harc dízzel. Október 30-án telt le a 10 év. Aznap megérkezett Alexandra cárnő ultimátuma mind Budapestre a magyar királyhoz, mind otthonvárosába az elnökséghez. Az ultimátum semmi választást nem hagyott fenn. A Budzsákvidék, mint számüzetési hely megszűnt az oda belebbezett 200 000 magyar honvédre nézve otthon lenni. Ha ott maradnak, a magyar királyság állampolgári kötelékéből végleg ki kell lépniük és orosz polgárokká lenniük, ha pedig azzá nem akarnak lenni, akkor a 48 óra alatt adandó válaszra, vagy anélkül is megérkezendő ukáz vétele után 8 nap alatt tartoznak elhagyni a Budzsákvidéket. Az ultimátum kiszínezését hozta az orosz hivatalos lap, melyben a visztulai hadsereg fővezéreül Jerivánszki Szergius neveztetett ki, a dvinai hadsereghez pedig Sercsinszkói Ulisszész, testvére a Krakkó alatt elesett hősvezérnek, maga is hős, a szentpétervári lázadás leverője. De ami legjobban meglepte az egész világot, az Severus kineveztetése volt az összes orosz aerodromon raj admiráljául. Az Unalaszka sziget gyáraiban nem kevesebb, mint 20 000 aerodromon állt készen. Az egész kamcsatkai és amurvidéki lázadás Alexandra műve volt, nagy tervének álcázására. A légjárók kezelését az orosz főiskolák tanárai és tanulói vállalták el, az orosz intelligencia színejava adta oda magát az új fegyvernem begyakorlására. És a peremtórius izenetekkel egyidejűleg kitörtek a titkonásod tűzaknák is. Magyarországon a Bánátban, a hajdani határőrvidék megyeiben lázadásra tűzték ki a zászlót Mazrúr csapatjai, rögtön átalakulva olvasótársulatokból, dalkörökből, tűzoltó egyletekből szabad csapatokká. Az ártatlan Hetaíria név egyszerre tűzbetűkben lángolt elé, és Mazrúr kiáltványaiban császári orosz altábornagynak írta magát. Az otthon államban pedig megindult a munkás mozgalom. A mozgalom ürügye igen alacsony volt, de azokra nézve, kiknek a társadalom alacsonyán van az élet, egészen igazságos és jogszerű. A munkások egy része azt követelte a gyárosoktól és az igazgatóságtól, hogy ami osztalék őket szerződés szerint megilletné ez évre, december végével, annak október végeig járandó része nekik rögtön kifizethessék, mert ők arra nem szegődtek, hogy Oroszország ellen harcoljanak. Ha az orosz seregek bevonulnak otthonba, akkor ők követelésüket soha meg nem kapják. Az igazgatóságnak nincs is többé semmi joga tőlük azt követelni, hogy ők december végéig itt maradjanak, mert maga az otthon is megszűnik október végével jog szerint létezni. És azoknak, akik így beszéltek, igazuk volt. Az otthon állam munkásai nem tartoznak az ő katonái is lenni. Ha az államot veszedelem fenyegeti, amiatt ők nem károsulhatnak. Ők béke idején dolgoztak, emberül most háború jön, az embernek ott kezét, lábát ellőhetik. Okos ember jobb, ha előre elmegy onnan, ahol ilyen baj készül. Az igazgatóság és a gyárnok testület azonban e követelésre azt felelték, hogy ne legyen a munkásoknak az állam külügyeire semmi gondjuk, az nincs rájuk bízva. Senki sem kívánja, hogy fegyvert fogjanak. Arról is gondoskodik más, ha nem akarnak a műhelyekben maradni, arra sem kényszeríti őket senki erővel. Akkor mehetnek el, amikor akarnak, akár féltükben, akár jókedvükben. Hanem a szerződés szerinti osztalékot csak azok kapják, akik december utolsó napjáig itt maradtak. Ez a szerződésük, és azt semmi háború és cári ukáz meg nem változtatja. Nem minden munkás osztályt rántott magával ez a mozgalom. A régebbiek, kik sok éven át ide települtek, kik háztüzet, telket szereztek, felgyarapodtak, aztán a felvilágosodottabb, értelmesebb osztályok, akik meg tudták becsülni az állami független létbecsét, nem csak rosszalták társaik zajos forrongását, sőt, kinyilatkoztatták, hogy mesterségük szerszámait csak akkor fogják kezükből ledobni, amikor kis államuk azt fogja mondani, hogy fegyverre, akkor felváltják azokat a puskával.
de mégis nagy tömeg volt a lázongóké. Az utóbbi években az üzletek óriási növekedése miatt az otthon állam kénytelen volt befogadni a világ minden részéből érkező idegen munkásokat, úgyhogy azoknak a száma ment 50 000-re. Másik 50 000 aztán könnyen akadt a saját névfajából, könnyen hívő, elámítható gép, mely beveszi a rossz tanácsot, hevül a merész utcaszónoklatok zajára, kiket magával ragad a tomboló ár, kiket mulattat a macskazenék ablakbeverések diadala, hiú, vezérkedni vágyó jellemek. Aztán az a neme az embereknek, amely soha ki nem elégíthető, melynek a jó sem jó, ha más is kap belőle. S mindez elemek összetapadva, keveredve egy sötét, megnevezhetetlen tömeggel, mely a nagyvárosok szemétjében lappang, és csak olyankor jelen meg mindenkit fenyegető arcával, mikor a vihar a szemetet felkavarja. Pár nap alatt óriási mérveket öltött otthonban a munkásmozgalom. A gyárakat, műhelyeket ezer évvel hagyta el a munkásnép, és egész nap utcai menetekben tüntetett, mítingeket tartott, s mint hogy az otthonvárosában közönséges csapszékek nem voltak, a köztéreken bivukozott. Csak az volt a baj, hogy bort pálinkát az otthon államban csak igen drágán lehetett kapni. Egyszer aztán azon is segítettek, egy vállalkozó csoport éjjel nekiment a legnagyobb kormányi szeszraktárnak, azt megostromolta és a hordókat elfoglalta. Pálinka tehát már volt, de még egyéb is volt. 3 halott, kiket a raktárnak egy leomló fala agyonütött. Azok már most mártírok, és velük megnyílik a csataterv. Másnap nagyszerű temetés fog rendeztetni. Egy temetési menet a legjobb alkalom nagy néptömeget gyűjteni össze. Oda csődül sok ember, és aztán megy a tömeggel, amerre az viszi. A koporsók fölött 3 helyen fognak lángoló szónoklatok tartatni, ez eltart estig. Este aztán a temetőből az egész tömeg nép a Marseillaise-t énekelve fog bevonulni a városba, fel egészen a hexagonig, és ott fogja sokaságának egész impozáns hatalmával követelni az igazgatóságtól kívánatainak teljesítését, és ha azt meg nem nyeri, ott mindjárt a hexagon közepet, Assemblée Nationale alakul át, leteszi az addigi igazgatóságot, és megalakítja saját provizórius kormányát, ez már így van kicsinálva. Csak hogy mások is vannak még a világon, akiket az 5 érzékük még el nem hagyott. Dárdai értesülve a fenyegető veszélyről összehívatá az igazgató tanácsot, és ez éjjeli gyűlésében felhatalmazá az elnököket, hogy a lázongók ellen használjanak botot, tüzet, vasat. És Dárdai készen volt mind a 3-mal. Ám de Tatrangi azt mondta neki, egyre sem lesz szükség azokból, várj be engem. Tatrangi azt mondta egy alkalommal Dárdainak, midőn a katasztrófa bekövetkeztére előre figyelmezteté. Nekem nem kell ennek leküzdésére se bot, se vas, se tűz, csak víz. Na lássuk, mit értett ez alatt. Dávidnak több év óta volt már egy találmánya, melyel ő nem ütött semmi zajt, magának tartotta. Ez az esőcsináló készülék. Volt a Dobrudzsai Rónának egy része, melyet a hajdani mocsárföldből az újabb gazdálkodási rendszer követelményeiképp a török kormány gabonatermelő földé alakítatott át. Ez a tér a Duna deltától a Küsztendzsei vasútvonalig tart. Sok évi folytonos buzatermelés által az a talaj is arra a sorsa jutott, hogy termő erejéből teljesen kizsaroltatott, és következtek rá olyan évtizedek, amikben 6 inséges év jutott 4 középszerű termés esztendejére. Az aszály annyira meghonosult a vidéken, mint köves Arábiában. Ha pedig nedves esztendő volt, akkor felvette a vidéket a föld árja, és 2 évig savanyú maradt a föld, termésre alkalmatlan. Az így elértéktelenült földek nagy részét összevásárolta Tatrangi az otthon állam számára,
és akkor az asszály látogatta vidék számára feltalált egy készüléket, melyet ő esőcsinálónak nevezett el. Kolumbusz tojása az egész. Még a múlt háborúból maradt a győztesereg birtokában az ellenségtől elfoglalt 20 000 darab hadiléggömb. Teljesen hasznavehetetlen céltalan limlom a repülőgépek feltalálása óta. Dávide haszontalan kacatot értékesíteni tudta. 2 óriási vízemelő gépet állított fel, egyet a Dunaparton, mást a tengerparton. 20 000 léggömb alá 20 hektoliter tartalmazó tömlőket kapcsoltatott, amiket a vízgépek megtöltöttek. Akkor minden 100-ra egy repülőgépet alkalmazva azokkal végig röpítette az egész léggömb tömeget a Dunától a tengerig, és onnan ismét vissza. A felemelt víztömeget a földre alábocsátva, és 25-ször fordulva egy éjjel 10 millió hektoliter vízzel frissíté fel a vetéseket. Úgyhogy ezen a darab földön a legaszályosabb rekkenő időszakban is minden éjjel megjelent a jótékony eső. Hogy erről a készülékről azoknak, kik a darab földet lakták, semmi tudomásuk sem volt, annak igen egyszerű oka az, hogy a készülék rendesen éjjel működött. De ha nappal végezte volna is jótékony munkáját, magáról a készülékről még akkor sem lett volna a hétköznapi embernek semmi sejtelme, mert a léggömbükből alábocsátott víz egy része a páraszegény légben rögtön felbomolva a léggömb tömeg alatt egy folytonos felhőt képezett. Ez a felhő együtt járt az öntöző készülékkel, eltakarta azt a földtől, és csak nagyon figyelmes szemlélő előtt tűnhetett volna fel, hogy a jótevő felhőcskének önkéntes irányzata mozgása van, fél óráig nyugatról keletnek, aztán megint keletről nyugatnak vándorol, és ahol egyszer megöntözte a földet, oda aznap vissza nem tér. Ez az öntöző gép tehát Dávid kizárólagos patent találmánya volt. Dávid azt vélte, hogy ő ezt az egész forradalmat szétzápor esőzheti vele. A népmozgalom tervéhez az idő is kedvezett. November 2-a volt. Az egész keresztény világban halottak napja. Ilyenkor ünnepel minden ember és látogatja a temetőket, szép, derült napfényes idő volt. A forrongók arra számítottak, hogy sokaságuk növekedni fog az ünnepelő közönséggel, és este aztán a temetőből azzal összekeveredve vonulhatnak be a belvárosba. Az igazgatóságnak bizonyosan nem lesz kedve közé kartácsoltatni egy néptömegnek, mely felesen asszonyokból és gyermekekből, békés polgárokból verődött össze. És aztán, ha egyszer benne van a forradalomban, ha látja, hogy minden sikerül, csak lármázni kell, akkor az oda keveredett békés polgárok is forradalmárá lesznek, az asszony gyermek pedig éppen, és segít még jobban lármázni. Délelőtt hemzsegett minden utca a kíváncsi néptől. Hanem délután, amikor éppen indulni kellett volna a temető látogatásra, Tulcsa felől előkerekedett egy kis hosszúkás felhő, és jött egyenesen otthon felé sebesen, pedig idelen alig lengedezett valami szellő. Egyszer csak elkezdtek kövér cseppek hullani az utcákon, köztéreken. Az ünnepien öltözött nép sikongatva menekült födél alá, és várta, hogy majd odább megy az a kis felhő. De az nem látszott a várakozásnak eleget tenni, mindig újabb jött utána, és azok mindenféle változatokban hinték az áldást, majd vékonyan szitált, majd kövér cseppekben kopogott alá. Egy-egy népkertet, ligetet, melynek fája alá egész csoportok menekültek kiválasztott, és oda öntötte alá a záport, míg az utolsó őszi lombokat is leverte vele a fákról, és a nép odahagyta a rossz menedéket. A csupán ünnepéhez készült nép, amikor látta, hogy mulatsága már a mai napra egészen el van romolva, lassanként zúgolódva hazaoszlott. Asszony, gyermek, békés polgár kilett rostálva a lázadó tömeg közül, hanem az helyben maradt. A szövetkezettek felölték kaucsuk köpenyeiket, kifeszíték esernyőiket, és az esernyős tömeg, mint a római ostromlók pajzsfeltartó tesztúdója vonult ki a gyászmenettel a temetőbe. Az otthon sírkertje a városi lakrészeken kívül volt, a Kilia-Duna ág legszélsőbb szigetén.
E szigetek elválasztó vizeit nem járták hajók sekélységük miatt, azok tehát kőhidakkal voltak összekötve. Hanem odáig egy nagy alagúton kellett átmenniük a forrongóknak, mely a széles Sulina ág alá volt építve. Gondjuk volt rá, hogy ez alagút bejáratait saját őrcsapatjaik által biztosítsák, nehogy a kormány elzárja előlük a visszatérést a városba. Rendes temetkezések a föld alatti légnyomatú vasútakon végeztettek. A nyilvános temetkezési pompa az utca felszínén minden közlekedést felfüggesztő kísérettel, énekkel, trombitával, fáklyafénnyel a legszokatlanabb látványok közé tartozott otthonban. Ezúttal ezt a nagyszerű látványt mind pocsékká verte az eső. Az ázott embernek elmegy minden kedve, a sáros láb megakasztja a lelkesedést, és az egyik ember esernyőjéről a másiknak a nyakába folyó víz rontja az érdekek szolidaritását. A gyújtó hatású szónoklatok is elvesztek a zuhogó záporban. A legközelebb állók sem hallották, mit beszél a szónok, az pedig hosszan beszélt. A népszónokok nem tudnak röviden beszélni. A hallgatóság pedig ázott és széledezett, míg egyszer aztán egy okos ember lerántotta a szónokot az emelvényről, és maga ugrott fel a helyébe egy égő fáklyával a kezében, és elordítá jelszót. Vége a szónak, kezdődik a tett, fel a hexagomba! Ezt azután, akik nem hallották is, megértették a megcsóvált fáklya által a légbe írt betűből. Perc múlva minden fáklya utána csinálta azt, és a tömeg megindult nagy rohammal a város felé. Hanem, amint az alagúthoz közelítettek, egy vert had jött rájuk szemközt az őrcsapat. Hát mi történt? Elhagytátok magatokat kergetni? Nem volt nálatok revolver, tőr, olmosbot? Lehet is az ellen tőrrel, olmosbottal, pisztollyal harcolni. Hát ki kergetett el? A víz! Az igazgatóság kinyittatott egy zsilipet, amely a Duna fenekéből az alagút boltozatába szolgál, és most azon keresztül ömlik alá az ár, és dűl ki az alagút két száján, azon most a cethal sem megy keresztül. Nem tesz semmit. A lázadók nem érezték magukat letromfolva. Ha nem lehet átmenni a víz alatt, át lehet menni a víz fölött. Itt van a rakparton a tömérdek vontatóhajó, azokból két óra alatt lehet hajóhidat összeütni. Az idő éppen jó hozzá. A záportól nem látnak ide a hexagon tornyából, rajta, munkára, hanem a zápornak van esze, mikor azt látja, hogy a lázadók a vashajókból hidat kezdenek alkotni, abban hagyja az esést, és eltisztul az égről. És a hexagon tornyából jól láthatják, mi történik a Sulina ágon. Bajtárs szólt Dárdai Tatrangihoz, nem győzöd ezt le szentelt vízzel? Na hát majd legyőzöm szenteletlen vízzel. Egy órája folyt már a munka. A nap hanyatlóban volt, akkor egyszerre két felhőcsoport emelkedett fel a láthatáron, egyik nyugatról, a másik keletről. Mind a két felhő az aerodromonok által vezetett léghajócsoport volt, beburkolva a hullóvíz páráitól, mint az Isten alkotta fellegek maguk. Ha az a két felhő összetalálkozik itt a fejünk felett, mondták a lázadók egymás közt, abból még zimankós idő lehet. A tudósabbak aztán megnyugtatták a gyöngébbeket. Jégeső novemberben sohasem szokott lenni, naplemert után pedig természeti képtelenség az. Pedig ez a két felhő a rendes felhők minden tulajdonságával bír. Az egyik tagadó villanyossággal közelített, a másiknak tényező villanyossággal telt oldala felé. Az ember villámlást, mennydörgést tudott csinálni. A mennykő csak úgy hullott a Dunába, és kereste rajta, hol a vas. A munkások siettek a félig elkészített vashídról ki a partra. És akkor a két összetalálkozott felhőt viharsebességgel emelék fel, a légjárók 12 000 lábnyi magasba, és ott üríték ki egyszerre a léggömbök víztömlőit. Ami aztán akkor aláomlott, az ellen nem védett meg sem esernyő, sem gumiköpeny, jéggömbök, jégbuzogányok összeragadt egymásba tapadt tömegek. És amint a vészterhes felhő alá zuhant,
Rajta túl megláthatta mindenki a léggömbcsoportot, amint azt a légjáró két felé választva ismét keletnek nyugatnak elvitték. Emberműve volt az. És nem sokára közelített keletről nyugatról más két felhőtömeg. De már ezt nem várta be a lázongó tömeg, menekült a Kília ág szigetei felé, és onnan ösztönszerűleg át a Beszarábiai partra. Talán azt hitték, hogy a fergetek tekint az európai egyezményekre, és nem meri őket orosz területen tovább üldözni. Törődik is azzal a fergeteg. Ott is utolérte őket a jégeső, és verte egész éjjel végig a beszarábiai fenyéreken, nem hagyta őket sehol megpihenni, a hátukon vitték az ivatart, azt a szenteletlen vizet. Reggel egy szétvert tábor volt az. És a tábor a szörnyű kudarc után vallotta meg igazi jellemét. A megalázott tömeg közül lassanként összecsoportosult egy 20 000-nyi sereg, csupa idegenek, akik az otthon városában menekült lengyelek, olasz republikánusok, üldözött törökországi rájak cége alatt tanyáztak. Azok most elvetének minden állarcot, Alexandra hívei voltak mind. Most azután a velük futott idegen földre kicsalt 40 000-nyi magyar munkást felszólíták, hogy menjenek velük együtt Odesszába, ahol tárt karokkal lesznek fogadva. De ezek nem mentek a Kelepcébe. Megfordultak, visszatértek elhagyott városukba. Küldöttséggel járultak az igazgatósághoz, kijelentve, hogy ők elismerik, mennyire félre voltak vezetve. Ismét beálltak az elhagyott gyárakba, műhelyekbe, nem követelik osztalékuk idő előtti kiadását, és ha ellenség támadja meg a várost, fegyverrel is védeni fogják azt. Erre azután az igazgatóságtól ezt a választ kapták. Nem léptek többé vissza a mi gyárainkba és műhelyeinkbe. Megkapjátok a 10 hóra eső jutalékrészeteket, és miután nem tartottátok magatokat kötelezve az otthon államát védelmezni, annál fogva hazamentek Magyarországba, melynek polgárai vagytok, és véditek azt a hazátokat. Légjáróink elszállítanak Erdélybe, aztán Isten áldjon. Egy szót sem váltottak velük többet. Erdélyben éppen egy 40 000 főnyi honvéd hadtest összpontosítását határozza el a magyar hadügyminiszter, Tatrangi azt mondta neki, itt van.